Katonák vonulnak az önkéntesek eskütételére a Béla térre. Idén 40-en esküdtek fel a hazavédelmére. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 69. Horváth József területvédelmi zászlóaljában szolgálatot teljesítő katonák eskütétele előtt utoljára hasonló eseménynek 30 éve adott otthont Szekszárd. Barát István dandártábornok elmondta, a hazavédelme az önkéntes katonák nélkül nem valósítható meg. Az önkéntességnek egyik kritériuma a 18. életévnek a betöltése. De itt a téren állnak olyanok is, akik még a 18. életévüket nem töltötték be. Igen, nagyon fontos a fiataloknak a megszólítása, a fiataloknak a részvétele a hazavédelmében, ebben a felkészítésben, és ma már közel 1300 ilyen diák tanul Magyarországon, számos olyan kadétképző szakcentrumban, szakközépiskolában, különböző középiskolákban folytató tanulmányokat folytatják, ahol ezekhez csatlakoztak, és idén szeptemberből még többen fognak reménységünk szerint csatlakozni. A 2017-ben bevezetett önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma azoknak a 18. életévüket betöltött fiataloknak ad lehetőséget a szolgálatra, akik a civil életük mellett vállalják a katonai szolgálatot. A rendezvényen Horváth Kálmán kormány megbízott, a Tolna megyei védelmi bizottság elnöke a tartalékosok szolgálatvállalását megköszönve egy zászlószalagot kötött az ezred csapatzászlajára. Békeidőben ezek az emberek, akik itt most esküdtettek és egyébként tartalékos katonák lesznek, ezek adott szituációban, vészhelyzetben, akár időjárási viszontagságnak is köszönhetően árvíznél legyenek jelen, és a hazájukat és az otthonukat, tehát a szűkebb élő életterüket, az otthonuk közelét, azt védjék meg. Az önkéntes tartalékos szolgálat létrehozásának egyik oka a honvédelem és a társadalom kapcsolatának a fejlesztése, valamint az esetleges későbbi szolgálati jogviszonyváltása volt. A területi alapon szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékosok vonatkozásában az a cél, hogy az Rínyi 2026 program végére Magyarország 197 járásában legyen legalább egy századnyi kiképzett alapegység. A tartalékos szolgálatot teljesítők összlétszáma mára meghaladta 8000 főt, ebből több mint 2500-an területvédelmi tartalékos katonák.